A napokban született kajmán bébik 3 hónap alatt fejlődtek ki a tojásokban, melyeket a gondozók 29 fokos környezetben 90%-os páratartalom mellett keltettek. Most még csak valószínűsítik a szakemberek, hogy mindkét ivadék fiú, mivel a keltetési hőmérséklet határozza meg ezen fajok nemét. Több mint 6 éve került ide az a pár, akik most termékeny tojásokat leptek meg bennünket. Eddig még nem volt sohasem fekete kajmán szaporulatunk, úgyhogy most nagyon-nagyon örülünk nekik, mint a gondozók, mint ugye a vezetőség, hiszen egy nagyon ritka és védendő fajról van szó, tehát nagyon nagy öröm volt számunkra szombaton reggel, amikor a keltetőben szinte ilyen brekegő hangot hallatva találkoztunk az első két kis fekete kajmánnal. Most még 15-20 cm hosszúak a kajmán bébik, de a 4-5 méter hosszúságot is elérhetik felnőtt korban. A teljes méretét 10 év alatt éri el a Dél-Amerikában honos hüllőfaj, amely most még csak apró halakat, ivadékokat fogyaszt, de kifejlett állapotában akár képes embert is enni. A kihalóban lévő fajt egyébként a bőréért vadásszák, ezért fenyegeti a kipusztulás veszélye. A bébik a nagy közönség előtt később mutatkoznak be, de a Nyíregyházi Állatparkban mindenki biztonságban érezheti majd magát mellettük.